Lemondott Trócsányi László igazságügyi miniszter kabinetfőnöke, mert felmerült a személyes érintettsége a józsefvárosi tűcsere programmal kapcsolatban. Hajas Barnabás korábban az ombudsmani hivatal munkatársa volt. A Népszava úgy tudja, tőle származhattak azok a kifotózott hivatali levélrészletek, amelyek alapján a Magyar Nemzet sokak szerint lejárató cikkeket közölt Székely László ombudsmannal kapcsolatban. Csak rövid ideig élvezhette az igazságügyi miniszter kabinetfőnöki pozícióját Hajas Barnabás. Most derült ki, hogy a múlt héten kedden lemondott a tisztségről, mert a józsefvárosi tűcsere programmal kapcsolatban felmerült személyes érintettsége. Legalábbis ezt közöltem az igazságügyi minisztérium a távirati irodával. Mint ismeretes, szeptember 19-én a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk egy kiszivárogtatott levelezésről. Ebből az derült ki, hogy az ombudsmani hivatal korábban egyeztetett a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezettel arról, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a 8. kerületi tűcsereprogram beszüntetéséről szóló jelentést. Az egyik beadványozó Kocsis Máté, a 8. kerület polgármestere akkor azt nyilatkozta: befészkelte magát a droglobbi az ombudsmani hivatalba. Józsefváros polgármestere szerint a jelentés 80%-ban a TASZ véleményével egyezik, és úgy bírálja az önkormányzatot, hogy a hivatalt meg sem kérdezték. Kocsis úgy gondolja, a jelentés politikai megrendelésre készült lejárató dokumentum. Hajas Barnabás egyébként kabinetfőnöksége előtt az ombudsmani hivatalban dolgozott. Vasárnap pedig a Népszavában megjelent egy cikk arról, hogy valószínűleg tőle származhattak azok a kifotózott levélrészletek, amely alapján a Magyar Nemzet közzétette a tűcsere programmal kapcsolatos cikkeit. Az Ötvös Károly Intézet igazgatója azt mondta, lehetséges, hogy bűncselekmény történt, bár az érintettek még nem nyilatkoztak. Minden köztisztviselő esküdtesz arra, hogy a hivatali titkot megőrzi. Tehát, hogyha egy hivatali levelezés nyilvánosságra kerül, és hogyha ez esetleg egy köztisztviselő által kerül nyilvánosságra, az egészen biztos, hogy jogsértés, bűncselekményt is megvalósíthat. Az utóbbi időben egyébként a Magyar Nemzetben többször megjelentek kiszivárogtatott információk. Hivatali információknak az ilyen jellegű kiszivárogtatása mellett bizonyos helyzetekben szólhat komoly érdek, amikor ez valami hivatali visszaélést leleplez a nyilvánosság számára, és ilyenkor, ha ez az érdek fontosabb, erősebb, akkor nyilván ez felülírhatja a kiszivárogtatás jogszerűtlenségét. Ebben az esetben azonban ilyen információt nem sikerült találni, hiszen mindössze annyi derült ki, hogy egy szervezet a saját beadványa ügyében sürgette az ombudsmani hivatalt, hogy minél hamarabb szülesse meg az ombudsmani álláspont.